Üdvözlök mindenkit, Abidosz vagyok, és úgy döntöttünk Gyöngyivel, akinek a szavazatokat nyomattátok a múltkori hát ilyen felhívásom nyomán, hogy csinálunk egy közös honfoglaló bemutatót. Sziasztok, igen, itt vagyok, és ezúton is szeretném megköszönni a segítségeteket. Egyelőre nagyon jól állok. 6-áig megy a verseny, úgyhogy még minden megváltozhat, de egyelőre nagyon jól állok, úgyhogy köszönöm. Na, szóval akkor úgy döntöttünk ma, hogy egy kicsit honfoglalózunk. Azt előre leszögezzük, hogy nagyon rövid lesz ez a mai bemutató, ugyanis hát becsuktam ablakot, ajtót, ventilátort kikapcsolva, hogy lehessen minket valamilyen szinten hallani, csak a gép buk, de a gép pontosan akkora hőt termel, mint a nap, és a nap azt tudjuk azt, hogy nagyon forró, szóval amennyiben nem fogunk itt teljes mértékében levetkőzni, hogy ne pusztuljunk meg a legvégéig, akkor egy rövid bemutató lesz. Egy játék erejéig bemutatjuk nektek, mi az új honfoglaló, ugyanis megújult. Juhu! Na, tehát úgy voltunk vele, hogy akkor játszunk egy honfoglalót, ha felmegyünk, és akkor látjuk, hogy te jó ég, ez mi? Te jó ég, ez mi? Nem igazán tudtuk hova rakni az egész rendszert. Így ránéztünk, és akkor most hova kattint? Mi már játékban vagyunk? Vagy mit keresünk már játékban? Szóval nem tudtuk, hogy mi van. Most megmutatjuk, hogy mi történt valójában. El kell mennünk az időben visszafelé. Május 5-ig. 5-dik napjáig. Az úr 2013. esztendejében, tehát 1000... Mi? Egy... Mennyi, 1010 akárhány évvel a honfoglalás után, ja. Május 5-e napjáig. Na, tehát itt van, már csak egyet kell aludni, és kiderül, mi rejlik az új profilkép mögött, és már csak egy napotok van rá, hogy a régi honfoglalóval játszatok. Tehát ekkor nevezték át, vagyis akkor tervezték ki meg, hogy... Nevezték át? Azért nem nevezték át. Jó, oké, nem tervezték, új logót kapott, hogy új honfoglaló lesz, és hát az emberek nagyon örültek neki. Most szemezgethetünk pár komment közül. Mit szólnak az emberek az új honfoglalóhoz? Látszik, hogy valaki már rögtön örült, hogy az új logó már 3D-s lett. De ez még május 5-e volt. Aztán nem tud belépni, nem tud belépni. Persze, hogy nem tudtam belépni, de hiszen szerverkarbantartás volt. És akkor imádom ezt a játékot, nagyon szeretem ezt a játékot. Nagy csalódás nekem ez a mostani. Nagy csalódás nekem. Itt május 6-án 17 óra 46 perckor Kovács Ildikó már úgy döntött, hogy ő már nem a nagyon szeretem a játékot részét mondja, hanem basszus, ez egy... Tehát a régi opsokkal, nagy káosz, régi honfit gyerekek, vissza a régit. Igen. Vissza a régit ki megint. Ezt a marhasságot. Stb. Botrány, ezrek fognak visszalépni a játéktől. Szomorú nap ez. Tehát a lényeg az, hogy az eredeti honfoglaló az nem tudom, hogy mikor itt, de mindjárt megtudom, mert kigooglézom. Honfoglaló, wiki. Megtudjuk, hogy mikor is ez az egész rendszer. 2002. augusztusában indult. Tehát aki nem ismeri, ez egy kvízjáték. És hát nem tudom, a saját múltamban visszatekintve is, mert nagyon régóta úgy vagyok vele, hogy ha például volt ilyen szabadidőn valahol voltunk, akkor egy kis honfoglaló belefért a játékba, és valamint az időbe, és akkor együtt játszogattunk így ismerősökkel. Na a lényeg az, hogy ennek a résznek így vége, mutassuk meg nektek, hát mi is ez az új honfoglaló. Twitter.com/honfoglaló. Fú, nekem már nagyon melegen nekem van. Tehát, nem baj. Nagyon jó. Játszok na, és így. Akkor itt lehet látni, hogy az új honfoglaló felületét. Na, először is nagyon-nagyon régóta szoktam hallani azt, hogy vannak játékok, amik ingyenesek, de ahhoz, hogy nyerj, fizetni kell. Na, én nagyon-nagyon sok ilyen játékot szoktam megvédeni, többek között például Battlefield Heroes-t, amivel mindenki mondja, hogy ahhoz, hogy nyerjél, venned kell fegyvereket, meg minden. Mondom, nem, alapfegyverek tökéletesen jó, kiegyensúlyozottak. Na, a honfoglaló viszont egy olyan játék, hogyha fizetsz, akkor nyerhetsz, hiszen itt van, hogy megerősítheted a várfaladat, hogyha valami olyan támadás értéged, akkor... válthatsz témakört, meg szárnyakat növeszthetsz, hogy hátba támadd az ellenfeledet, meg
tippeket kaphatsz a kérdéseknél. Tehát a világ legundorítóbb és legmoskosabb dolgait, a csalást megfizetheted a honfoglaló internetes játékban. Tehát, hogyha eddig úgy érezted, hogy bármi, hogy ez egy igazságos játék, ez egy igazságos kvízjáték, akkor vonj vissza, ez egy rohadt nagy csalás játék, és rohadtul a... Ennyire undorító módon én még nem láttam játékot, ami a pénzről szól. De nézzük meg, mennyibe kerül, mert ezt nem néztük meg azért. Vagy mondjuk jó. Egy papagáj vagy távcső, ami mondjuk elég nagy. Kincses láda. Hát azt tudom, hogy a beállításokban, jó, a beállításokban be kellett állítani, hogy hol vagy. Van Észak-Pest és Dél-Pest, de olyan nincsen, hogy mondjuk Kelet-Pest vagy Nyugat-Pest. Szóval, vagy Észak-Kelet-Pest, nem lényegtelen. Hol lehet a vásárlás nézni? Menü segítség, hol lehet vásárolni? Nem lehet, hogy szerzelpünk, nem tudom én. Súgó. Ja, itt a piac tér hatalmas nagy kiszúrja a szemünket. Tehát itt van, hogy legjobb árértékben lehet vásárolni. Próbálj meg valamit. Ez biztos, hogy... És itt van! Aha. Ahhoz, hogy vegyél, itt van bankkártyával, fizethetsz, és egy csomó aranytallérod lesz. Vagy küld el SMS-ben 508 forint per SMS-ér a honf szót. Hihetetlen! Egyszerűen elképesztő, hogy erre így képesek voltak. Mondom, ez a világ egyik legundorítóbb hozzáállása egy videó, vagy ez nem videójáték, hanem ez egyszerűen csak egy társas játék. De az, hogy fizethetsz azért, hogy nyerj, az azért elég kemény. És akkor itt viszont nagyon komoly ranglista is van. Tehát ugye hanyadik vagy, mennyire vagy a heti legjobban, és mondjuk ahhoz, hogy örök legjobban, ha nagyon sok pénzed van, akkor örökké az örök legjobban lehez. Tehát így van megoldva az egész rendszer, hihetetlenül zseniális. Egyszerűen borzalom, de most akkor Gyöngyivel meg is mutatjuk, hogy miből áll a honfoglaló. Annó volt egy olyan verzió, amúgy nagyon sűrűn változott a honfoglaló kinézete viszonylag, és nagyon... Mutassuk meg valahogy képen. Jó, hát a honfoglaló, akkor keresünk képeket róla. Na, itt van egy nagyon régi verziója, tehát így is kinézett. Nézett ki már, így szerintem is a honfoglaló. Szerintem ez a legismertebb, így mindenki számára ilyenkor talán. Hát, nekem még ez is régi volt, meg minden. Látjátok, volt olyan, hogy a világ több táján lehetett honfoglalózni, tehát nem csak Magyarországot lehetett elfoglalni. Melyik ez mi, ez World of Európát is, meg Fanta, itt van európai honfoglaló, európai kérdésekkel. Szóval ilyen nagyon jó kis, ilyen, tényleg egy jó tudást igénylő játék volt az egész. Aztán valahogy eljutottunk ahhoz, amit most fogtok látni, és figyelem, a következő képsorok miatt akár instant hányás is előfordulhat, szóval kattintsunk rá. Az hoppá, nem volt. Eddig nem volt játékszabály kiválasztva. Nem hiszem el. Eddig tényleg nem volt. Nem volt eddig ilyen. Játszottunk, hogy ötöd. Nem volt semmi. Na hát, junior szoba. Amúgy amit láttok, így kilógnak a dolgok a képernyőből, pedig látjátok, hogy a monitorom elég nagy, tehát így elég nagy területe lenne ennek az egésznek itt elférnie, de nem. Na jó, mindegy, akkor, hát ez most akkor pont így jött ki, hogy még lehet, hogy van benne valami európai, de nem baj. Legyen egy hosszú hadjárat, vagy azt nem bírjuk ki folyadék nélkül. Jó, akkor hosszú hagyjára. Mondjuk nem lesz olyan, hogy mindenki hallja, hogy itt próbálkozunk a maromságokat. Minden. Na jó, de akkor... most nagyon lazára veszik, tehát hogyha hülyeséget hallottok tőlünk, az csak igen, azért van, mert nem veszik komolyan. Persze, hát nem. Na és akkor itt van, hogy így várakozunk az ellenfelekre. Régen voltak hát ilyen külön közösségi funkciói az egésznek. Na, már legyezi magát, Gyöngyi. De egyébként nem is látjuk, hogy kikkel játszunk. Köszi. Nem látjuk, kikkel játszunk. Tehát ugye régen ott volt az a három név, hogy kikkel vagyunk egyet. Én nem látom legalábbis. Ó, várjál, ez mintha szín lenne. Itt van egy-egy sárga szín. Én nem látom, hol mi a vagyunk, szín. Mi vagyunk a sárga? Itt. Nem, az tudom. Az egyes, az egy szín. Ez a kettes is egy szín. Ez is egy szín. Nem. Nem tudom mi az. Na mindegy, most választhatunk. Nem, az arany, ez is bronz. Harmadik. Hova tegyük? Jaj, nem tudom. Ide, a szélére. Amúgy hosszú hadjáratot nem szoktam játszani. Hát, az hosszú lesz. Az, hogy bírjuk ki levegő nélkül, azt nem tudom, de... Vedd úgy, hogy szaunázol. Szoktál szaunázni? Nem szeretem a szaunát. Na jó, én sem. A lényeg az, hogy...
Én különben tibe jövünk. Te szereted ezeket. Fred... Mit tudom én, te szereted ezeket. Nagyon jó. De ez a Maurizio, ez úgy valami volt. Nem, azt gondoltam, hogy valami nagyon olasz, nézem. De ugye ez olasz volt. Biztos. Ugye, hogy olasz volt. Mondtam én. Na, és akkor hát, hát most van a terjeszkedési rész. Az a szabály, hogy el kell foglalni a teljes hazánkat, és aki több területet birtokol, az fog nyerni a végén. És kérdéseket kapunk, amikre válaszolnunk kell. Fogalmam sincs. Legyen brandy, legyen nem a szakét, mert olyan szép neve. Legyen a brandy, de nem tudom. Jó, oké. Okay. Én a szakét, mert az olyan szép. Raki. Nagyon jó. Na most csak röhögni fognak rajtunk az emberek, hogy milyen buták vagyunk. Inkább azt mondjuk el, hogy néz ez ki, hogy ilyen kis katonák, ja. Katonák átsorognak a megyékben, és ezekkel támadunk. Mondtam, és... ha még nem hánytátok el magatokat, akkor és amúgy is, hogy néznek ki ezek a kis gyerek katonák. Tényleg ügyesek vagytok, mert csúnyák, a grafika borzasztó csúnya, átláthatatlan, a színek alig megkülönböztethetőek, vagy így nem tudom, úgy nem érzem azt, hogy így külön lennének a színek, így elkülönölne az egész. Na, melyik súly? Növényi Norbert. Viszont... Birkózó, ugye? Igen. Azaz! Tudtam! De szóval tényleg a régiben nagyon szépen látható volt az, hogy piros, sárga, zöld, és ilyen az egész megye olyan színű volt. És így kirajzolódott, hogy kinek mekkora területe van ezek meg. Meg a pontszám is, ugye az a kicsi pontszám, én nem láttam sokáig, hogy ott van egyáltalán. Aztán meg az, hogy 400 vagy 200 nem látszik igazán. Meg kell néznem mindegyiket egyesével, hogy melyik a 400-as, ha van. Lényeg az, hogy ez tényleg borzasztó. Persze, hogy a Torrejon. Vagyok benne. Ez olyan repülőtérnév. Hidd el. Meg a Bromma is. Jó. Na hát, látjátok. A megyék azok, amik elfoglalhatóak. Ő itt a várát ide rakta. Ne kérdezzétek, megyékben nagyon rossz vagyok. Ide rakta ebbe a megyébe a várát. És csak két emberke kell, hogy bevédje. Nekünk három emberkét kellett leraknunk ahhoz, hogy megvédjük a megyénket. Azt pont tudom, ott van az őrség. Na, hogyan nevezik a klórsav sóit? Acetátok, foszfátok, klorátok, nitritek. Nem tudom. Miért játszunk túl ilyet? Egyszerű a klorát, nem? De természetesen a klorát. Egyébként eddig olyan okosak voltunk eddig. Igen. Hát az előbb megnyertünk egy menetet, így fúrva. Eléggé. Azelőtt mondjuk nagyon elvesztettük párat, de hát a függetlenül de egyébként mi okosak vagyunk, szóval is. Ne bíráljatok minket, mi nagyon okosak. Igen. Miért csinálom én ezt veled, Rob? Nem tudom. Azt tudni kell, hogy Gyöngyi az mindig is osztály első volt. Igen. Melyik ókori város volt a mai Törökország területén? Történelem. Kairó. Történelemben viszont mindig Roli volt az első az osztályban. Hagyjál még! Tanárnők imádta! Tanárnőnk imádta Rolikát. Mi az a Halikarnassos? Sose hallottam róla. Tehát én azt bevallom, hogy teljesen süket vagyok törülni. De most nem, most egy egyszerű bemutatót csinálunk. Jó, hát nem védekező. Úgyis ezen fognak, mindenki ezen fog nézni. Ennyi, hol van? Mi van? Mi az a pedesed? Legyen 50, nem az tudom. Legyen 50. Ped, valahogy 50 lenne 26. Nekem. 26! 50! Mondom, hogy... Nem. Jó van, vagy nem végén? Ezt mondhatod volna erőszakosabban is, de most már nem hallok semmit, olyan meleg van. Elnézzük kinek. Na jó van. Miért ilyen kérdéseket? 50 ezer. Rolly, nem kezdjük újra ezt a bemutatót. Nem kezdjük újra. De azt, oké, azt megtesszük, kinyitom az ablakot. Tehát ez katasztrófa. Na, sokat nem fog rontani a hangminőséget. És enyém a győzelem! La 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 la, láttátok, hogy jól válaszoltam. Hú, tényleg ment, kint is a legmelyik van. Motoros világban is, talán már csak el volt. Melyikében nyertem meg? Micsoda? Várjál, 2010 az lehet. 2000. De most már úgyis legyen 10!
10. Nem tudom. 11. 10. 10. Nem! 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 Rossz! És... Más... Nem baj. Ez nem volt jó. Nem így jobb. Ősi sport. 217. A motoros világbajnokság? Hibás igen. Volt a kérdés, mert nem igen, született. Valéria, magyar író, női egyetemi tanár. Hát akkor 1956! Jó. Azért vágod? Jó. 900, jó. Hát nem hallottál még Valériát? De. Csak nem ugrod be. Na jó. Na, most elérkeztünk ahhoz a fázishoz, hogy egymást támadják. És láthatjátok, látható, ahogy az ember gondolkodik, és így mozgatja a kurzort. Gondolom, hogy ez azt jelenti. Hogy kit támadjon. Hát én már kit választok. És mivel nem minket hívott ki a harcra, ezért mi csak megfigyelünk. Jó, hát ez régen is így volt. Állatkereső kupec. De hogy most, hogy így nem játszunk, így jobban meg lehet figyelni az egészet. Én azt néztem, itt a jobb sarokban kicsit halványan látszik, hogy az az érem... Ez valami XP... Igen, XP gyűjtő, de igazából amikor ide elkezdtük... Óra érem. Amikor elkezdtük, akkor is 4 zöld körünk volt. És még mindig 4 zöld körünk van ennyi játék után, és nem tudom, hogy miért nem mozog, mire jó. Meg úgy egyáltalán, mik ezek a kis rajzok? Mi ez a szerencsétlenül szomorú, félszemű kalóz papagáj? Kalóz papagáj. Hát de mi ez? Ja, ez? Nem. Az ez. Papagáj? Hát nem tudom mi ez, vagy ne, pingvin, nem vagy tudom, maci. Mi az. Kalóz, nem úgyhogy tudom, papagáj, de... nem tudom. Meg ezek a kis katonák jelzik, hogy ki jön, én nem tudom. Mi a melasz? Melasz. Ez valamilyen cukoripari mellékvermény. Nem? De amúgy az jó. Jaj. De tényleg nem látszik, hogy ki az első. Szóval nem amikor támad, amikor meg, támadnál, akkor nem tudod, hogy melyik színűt támad, ki az, aki a leggyengébben áll. Mert így szín szerint, vagy név szerint nem tudod. Csak amikor harcoltak, akkor látod, akkor hogy, kírja, hogy a nem kéke. A nem kéke az a neve, ő az első, ő az itt, aki az első. Azt te honnan látod? Nem tudom, csak neki volt 2300 pontja, és ott is 2300. Hát de most, hát de mi Gyöngyi, most mi jövünk, kit támadjunk? Nem tudom, én nem is figyelek annyira, itt, de nem tudom. Jaj, most ne védd magad! Nem figyelek annyira! Na, nézzük most, meg mutathatom. Egyik országban játszódik az Evita című musical. Evita. Evita musical, nagyon jó. Van valami kalapács, nem tudom mi ez. Valamit. Chile, Brazília. Brazília. Vagy Argentina. Mondtam, hogy Argentina, nem kellett volna erősködni. Miért ilyen kérdéseket kapunk, amit pont nem tudunk? Most annyi nem hiszem, hogy tudunk. bárki szerintem mindenki ezen fog pattogni. Ez operett volt, vagy mi volt musical ez? Volt, de mindenki ezen fog pattogni. Ki fog most azon pattogni, hogy nem tudtunk egy musical kérdést? Vagy mindenki kiválaszt egy kérdést, amit nem tudtunk, és azon fog pattogni. Jó, okay. Ki az, aki a gyenge pontok? Az a... Hacker, te. Vagy nem a kalóz? Ártó szándék nélkül hacker. Informatikus. Ja, jó, jaj, kalóz, jaj, na jó, ezért tényleg mindenki meg fogja. De tudom én, mindenki valami. Első parfümgyára. Firenze, 1540. Jó volt az. 30 jobb 30 közelebb volna, de jó ez, jó ez a tipp. Mikor volt, azt mondtam, hogy 1500, te azt mondtad, legyen 1499, és 1501 volt a helyes válasz. Na, akkor mi legyen? Ez az előbb elbuktuk. De ott van egy 300-as, csak amíg látszik. Látod? Igen, amit egyszer már megvédtek, az nagyobb melyik értéket képvisel. Melyik híres színészen védett Rádai Imre? Miért ilyeneket kapunk komolyan? Nem tudom. Senki nem tudja. Rajnai Gábor, nem tudom. Melyik egyetlen színészek ezek? Jó vagy. Hát persze, hát tudom én ezt, tehát így kelek, így alszom, hogy ez. És mik ezek a képek? Facebook képekkel lehetne mutatni magunkat? Vagy mi volt nem az? Nem tudom, lehet. Ezek Facebook képeknek tűnő, legalábbis valami lehet, dolgok voltak. Tudom. Na most egy újabb támadást kapunk. Mi vezetünk, szóval veszélyes. Mi vezetünk, nem mondod? Honnan de, tudod? Mi vezetünk, vagy nem?
2700, de... Mi vezetünk, mi vezetünk. Most csináltuk, ma melyik országhoz tartozik, hogy ez szovjet üdülőhely, Szocsi. Szocsi? Istenem, ezeket tudom még én. Oroszország, legyen Oroszország. Igen. Orosz. Jó, jó. Szocsi! Én tudtam. És ilyenkor kapunk hát egy kis pontot. Hát én olyan sejtettem. Ne úgy izzad a tenyerem, mintha vízbe mártottam volna. Á, én nem legyezem magam. Nem. 300-as is. Támadjuk a vára? Támadjuk. Ne, inkább biztosítsuk be a pinc magunkat. Nem adjuk meg a 300-ast. Mi történt? Legkésőbb. Történt. A Ferenc Ferdinánd elleni merénylet az 1910-valamányi. Románia hadat üzent monarchiának. Nem, Bulgária belép a háború. Első világháború. A nagyobb forradalom. Nem, Bulgária belép az első világ. Nem. Akkor az? Nem volt időm átgondolni. Valaki örül. És így ugrálnak és örülnek, és szinte már fakardokkal így gyerekek ez játszanak. Ez borzasztó ez a kinézet. Tehát ha sokáig gyerek, nézed, akkor tudja, hogy elkezd szóval szemed így golyózni, és még így buborékol a szád. Ugye, hogy nem. Mi? Létezik el radio? Persze, hogy igen. Normális fölköl. Ezek a csillagok belsejében nem, és soha nem is létezik. Én azt mondanám, hogy nem, de... Jó. Akkor földi körülmények között is. És... Figyelj, amikor radioaktív felhő, azt szerinted ja, még radioaktív nem. Föld felhőben? Hol? Mit tudom. Nem látod? Akkor szerintem van baloldali közlekedés. Juhú! Várjál! Új-Zéland. Kolumbia. Új-Zéland volt szerintem. Új-Zéland? Gyarmat. Aha. Megyen. Aj, de tud! Végre! Aj, de tud! Istenem, végre! Na és akkor? Adalékon nem látom. E számrendszert. 2001. Annál nem hiszem, hogy... BASZUS! Már megint! Már megint! És megint 201, az előbb is valami olyan súlyos. Az volt. És nyertünk volna! Yeah! Ne! Jaj, hozzáértem a szemüvegemhez. Ne sírj. Akkor csak még fontosabb lesz a sír szemüvegem. Ja. Itt van Románia is. Leelőztek minket. BASZUS! Pedig nyertünk volna. Szóval így igyekszik ilyen történelmi... Na jó, meg lehet, majd később, melyik Arsenal FC futballcsapatának. Fogalmam sincs. Arsenal, hát most, hogyha van valaki Arsenal... Legyen öreg hölgy, talán. Öreg hölgy, jó. De nagyon nem biztos vagyok vannak Arsenal drukkerek most a nézők között, de azt megmondom, és meg akarnak minket, mindenki meg akar ölni minket, és nem. Ágyúsok. Hát sajnálom, Gyöngyi, te mondtad ki! Azért, angolok, és azért... A király... Na jó, nem szóltam. De szóval, hogy a térkép ilyen régies, de akkor mik ezek a kis figurák? Nem? Nem. Valahogy nekem olyan kontrasztban van ez a... Igen. A figuráknak a grafikája és a térkép... Ja. ...öregsége. De amúgy is átle. Borszesznek. Hatatlan. Mert... Nem a met... Nem mettél a kohol? Nem tudom. Te legyen, vagy a alkoholista. De kémiából nem metil vagyok jó. Metil vagy etil? Jó, legyen metil. Metil. Nem tudom. Legyen metil. Etil, és most nyertünk volna egy... Úramisten, utolsók vagyunk. Ez várható volt. Hát... És már mindjárt vége a játéknak. Semmi gáz. Várjál, mert gebeszkedik. Most beszélj, de... Gebeszkedik. De ezt nem is nekünk kell. Ja, jó, szóval beszéljünk. Lehet értékelni a kérdést. Azt is lehetett régen, azt hiszem. De nem, nekem nem tetszik, akkor sem. Nincs név szerint kiírva az, hogy ki, hogy áll. Én nekem legalábbis ez nem tűnt fel. Ha valakinek feltűnik, küldjön egy képet, amin Paint-tel bekarikázza, hogy hol van az, rendesen, hogy három játékos pontjai. És az a három játékos milyen színnel játszik. Aki régen játszott a honfoglalóval és nem szerette, vagy és mondjuk szerette, de most látja először az új verziót, az nyugodtan írjon ide egy üzenetet, hogy anyátok. Hát de nem. Amúgy írhattok mást is. Hát de nem. Olyan szomorú vagyok, hogy... De tényleg mi ez? Most ahhoz képest, ami volt. Ne, ez egy fizes és nyeri játék. Jaj. Melyik portugál... Nem az Unikum, mert az magyar. Borovicka nem portugál nevű legyen az utolsó. Madeira. Ó, de tudom. Hát alkohol. Na és akkor most ti? Már megint opera. Petrovics. Nem tudom. 1000? 900.
Nem tudom. 20. 1920, ez lesz. Nem tudom. Nyerünk? Ő még ezt se tudta. Nem. Hát sajnálom, opera rajongók, és minden mindenkitől elnézést kérek a hülyeségemet. Musical meg opera kérdéseket, azokat kapunk folyamatosan, hála az égnek. Most meg tudjuk nézni, hogy ki az, aki kivezet, a piros. A pirosnak hány pontja? Két szalat. Ez nem ő vezet, akkor a kizárás szalat. Vagy Sisi a sárkány. Ha, ki a Potrogi. Potrogi! Ez nem időre megy. Ja, de akkor is. Akkor is jelölt be. Na nézzük, csak akkor divatházat. Gucci. Jézusom. 1890? 1000. Legyen. Legyen? Nem tudom. Te mit mondtál? Kicsit későbbet. Na, nem baj. Egy kicsit későbbet mondtál volna, nyerünk. Egy kicsit később. De nem mondtál semmit. És ez az, így kell baromi nagyon elveszíteni az még egész játékot. Még van időnk. 400-asat kell. De hát akkor is oda kell kerülnünk a várhoz. Látjátok, hogy mi ez? És, mi ez? És most akkor el kell pusztítani ezt a várat. Na nézzük, hol található a szeméremcsont? Hát a törzsön. Ha reméljük, így kérdezed. A nem kéke, az nem fogja tudni. Dehogy nem, tippelés jön. Kérdés, melyik operetben? Nem, legyen, de szerint... Ez... Legrégibb élő rózsa? Hát az nagyon kevés. 1200? Ne. Na? Élő rózsa? Még? Hát mit tudom, hogy kevesebb? Valami. Sokkal kevesebb. Hát az mi? Legrégibb élő rózsa? Melyik évből származik az a legenda? Ja, várjál el, hogy még mindig él. Igen! De amúgy volt olyan, várjál, nem tudom, Szolnok iránytú száma milyen számjeggyel kezdődik, és az volt a megfejtés, hogy 5000. De hát azért nem 5000-rel kezdődik. Szóval igen, valahogy igen. Nem volt jól megfogalmazva. Mikor szerint álltam? Nemzeti várja. Because the Európa. Hát, spanyol. Akkor biztos, hogy spanyol. Nem dél-afrikai köztársaság. Because. És Európa az nem lesz dél-afrikai köztársaság, Teti. Jó, mindegy. Hány arany van a pízai feltett aranynak? Nulla. Nem tudom. Max tényleg? Egy. Mit tudom én? Nem tudtam, hogy van benne. És tudta? Miért? Nem tudom. És én miért nem tudtam? Ki mondta, hogy van egyáltalán harangja? Én azt sem tudtam, hogy van. Én sem tudtam. Jaj, Roli, leégetjük magunkat. Én ezt nem engedem, hogy feltöltsd a netre. Mi? Most volt olyan kérdés, amit annyira tudnunk kellett volna? Minden! Sehogy is. Sarogja. De az előbb olyan jók voltak a kérdések. Talajművelő eszköz! Oh. Vagy az. Más nyelv használat, ennyi. Ez az, megtámadták a várunkat, szuper. Ez azt jelenti, még játszunk egyet. Egyik város volt a Kelet-Római Birodalom fővárosa, Roli. Ilyenkor rácsapok a hátára, hogy ezt na, várjál. Antiókia. Konstantinápoly vagy Alexandria? Melyik? Konstanti. Konstanti. Csak tippeltem. Nem azt mondom, hogy vicceltem, de tippeltem. Az. Hány kilométer Tour de France távja? Jó, sok. Hány kilométer volt az roncsuk elsőnek? Roncsuk eddélek, nem? 20. Nem tudom. 20? Több. Egy France? Ja, Tour mit de France? Tudod, az első? Hát mit tudom én, az 20 első? 20.000. Kilométer? Igen. Vagy 2000. Így belegondolva, hogy 20.000 egy kicsit sok. Hát igen. De játszunk tovább. Mi vagy a vigyáték? De a 20 azért az, azt legyaloglod. Két veronai nemes. Két veronai nemes. Legyaloglod. Igen, a 20 kilométert legyaloglod. Az nem bicikli verseny. Végre olyan, amit tudom. Irodalom. Angol. Na. Hány százaléka tuti biztos? Száz! Gyorsan! Lassú vagy? Remélem, hogy, hogy lassú. Igen, gyorsabbak voltunk. Ez az. Szuper. Ilyenkor az idő is számít, hogy ki menjen gyorsan itt. De miért esett el a vártól az ezer? Be kellett volna írnunk, hogy 1000 százalék. Jó. Az a tuti. Na és akkor itt van egy ilyen XP növekedés. 100 XP-t kaptunk. Itt lehet látni, amit mondott Gyöngyi kis medálionunk. Akkor heti XP növekedésünk. A jelenlegi XP-nk.
a XP változó, meg mit tudom én, ilyen, ilyen hol vagyunk, Észak-Pestő, ranglétráján, stb. Na jó, csak de újra régen, vásárolhatunk. De régen ugye lehetett csetelni velük, régen úgy nem is tudom más, hogy... Junior szóval, na megpróbáljuk, ez fiataloknak szól. Nem égünk be. Na egyet, aztán utána, jó, de, várjál, de már úgyis nagyon... Szóval, hogy az volt, hogy beléptél, és akkor rögtön egy ilyen chat ment. Ja, rögtön. Chat, sőt, még társkereső része is az is volt, de hogy beléptél a játékba, akkor már azonnal egy beszélgetésbe mentél, és akkor onnan lehetett elmenni játszani. Tényleg, nincs is chat. Tehát itt van ez a nagy üresség, és chat, de chat. Tudod, volt egy olyan, hogy a kezdőlap egy ilyen általános nagy chat volt, hogy mindenki beszélgetett egyszerre. Igen, igen, igen. Semmi. Aztán a játékon belül is lehetett most, azt sem. Most nem is látom, volt, hogy kikkel vagyok. Túl drága volt fenntartani. Tehát, hogyha most ugyanazokkal játszom, ezt nem látom rögtön, nem? Ja, de fel lehet őket venni barátlistára, így. De hogy kit veszel föl, azt tényleg azt nem tudod, de őt fel tudod venni, mert mondjuk neki nagyon tetszik az a plusza. De ne lehet tiltani, tehát ennyi. Szóval így nem látom át. Tényleg ez a dizájn. Hogy, hogy ez erre a nagyon régi ilyes térképre miért kellett ezeket a játékkatonákat a nagy fejükkel? Nem tudom, melyik évben halt meg horrorista Hoffi Géza? Nem olyan rég. 1998. Elmegy a hangom. Nem rég. Á, jó, jó lesz. Na, és itt van, hogy milyen idő van most. Elvileg... Hát ennél sokkal melegebb van itt. Itt tudja, hogy megdögünk. Tehát így. Szorozd meg hárommal, amit ott lát. Megihatom a vizet, Gyöngyi, ami itt van előtt. Nem, az az enyém. Ne. Tudod, mi... Na, mindegy. Tudod, mire beszéltük régebben. Na. Az előbb. Na jó. Hol vagyok? Itt vagyok. És akkor itt most bevédhetem. Megvezetem Pest megyét. Azért, mert ilyen nagy, még nem jelent semmit, azt jelenti, hogy sokkal több helyről be lehet támadni. Tehát így. Hány kapus előtti védősor a csocsóban. A kapus előtti védősor, hát az a kettő. Kapus. Előtti kettő, igen. A kapus a védősor. Jó, bocsánat. Hadd csap bele! Pedig az nem az tudok csocsózni, és mindenki nem örül, mikor egy csapatban van. De ez a fiataloknak szóló kérdés. Ja. Ú, de bevettük, bevettük, na bevettük jó, a várat. Tudod, hogy most a fiatalok között gizdulunk a könnyű kérdések között. Majd az első részt kivágod, mert ott égettük magunkat. Nem vágok ki semmit, töltöm föl. Sisi, a hány epizódja volt? Húha, 50, nem tudom. Én is 50-et akartam, szóval ez lesz a jó. 9? Összesen? Hát ez mindig volt! Micsoda? Hát ez mindig volt! 9 részes volt? A gyerekkorom! A gyerekkorom! De hát nem, hát ez mindig volt. És jó, nem tudnék sorolni, de... Erre vették a mellüket a magyar televíziónál egy 9 részes televíziós sorozatra. Oh. Oh, jó, azért ne ízeld őket, a Sisi nagyon jó csak. Tudom, hát én is szerettem, de 9 rész, hát azt én is megcsinálom. Én azt hittem, hogy több volt. Na, ne, a Sisi jó. Persze. Jó. Na? 800... Matek Zsani vagy? 81! Miért én nekem kell kiszámolni? Mert nekem már te tanítottál matekozni! Én buktam matekból, és ő tanított. Igen. Az már régen volt. Meleg van. Nem, nincs meleg. Egyáltalán nincs. Nincs. Neked is olvad a bőröd. Én rajtam már így. Nem tudom hova tenni magamról a ruhát. Én mindjárt leveszem a pólót. Neked lehet, nekem nem. Illetve megjelent, van az király, a hófehérkét, a Grimmek mesélje szerint háromszor szerintem. Fésűvel, almával, meg nem tudom. Négyszer is? Nem tudom, egyszer meg fűzővel, a fejbe akarta lőni. A fűzővel is. És mi volt a negyedik? Na, mindegy. Jó, hát a tőrrel. A vadásszal. Úristen. Oh, és ezt ilyen lassan tudod. Jaj. Na jó, hatodik kör. Utolsó kör. Nem örülök, hogy ez a neten lesz. Hányos számra mutat az analóg óra? 7 óra 55 perckor. Hát a nagy mutatója? 55-kor a 11-es. Igen, igen, igen. Ne! 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 És mindenki gyorsabb lesz már. Igen. Jó, mindegy. Úgyis csak egy valaki nyerhetett. Viszont most kiabálok, végre hallják meg a hangomat. Nézd, színes a fejed. Mi? Színes a tessék? Fejed. Színes. Hogy érted? Piros? Piros. Melegem van? Nem. Nem? Melyik legyen? Nem tudom. Támadjuk őt? Támadjuk. Támadjuk az várat. Úgy megint vezetünk, nem? Mit? Igen, nem. Nem, másik kukóink.
Szóval hibásan leírva kombináció, imeformatika. Úristen. Yeah! Ezt még tudjuk. Hány éves korban festette Pablo Picasso az első La Picardo című festményét? Mikor élt? Mondjuk legyen 17. Milyen 17? Hát de hány éves korában? Ja. Nem, hát nem! Nem! Jó, sikerült. 9! Jó. Az a 7-es jól lett volna. Na, 71, nem. Nem hiszem, hogy élt addig szegény. Oh. Ah. Örülök, hogy nem azt kérdezték. Mikor én? Jaj. Mi? Mi az előtagja azoknak az összetett szavaknak, amelyeknek utótagja madzag, kovács hetek. Mízes hetek. Vajas hetek. Hmm. Maja méhecske. 1983. Régi. Szerintem 60. 1983. Mi ez? Hát jó. Jaj, nem szerettem annyira a verseit. Cipőt! Igéz a malacra. Gigbyte. Vagy szárnyot. Jaj. Hát te leveheted, hát most nehéz éve. Te is? Én már láttam félmeztelen fiút, azt lehet. Na, na jó. Melyik végzőzőtök, és nem Magyarországon, de... Mi? Nem. Lába, keze, körme, füle. Füle. Hát, füle vagy... Füle lesz. Füle! Füle! Jó. Ezt tudod, hogy miért tudom. Füle, Zoli. Például. Jó. Ó, másodikok vagyunk! Gyöngyi, most akkor egy kicsit szerezünk majd egy 400-asat. Kicsit szerezünk, jó, kicsit fogunk. Kicsit. Vagy legbőre. Annát kinyírhatnánk a fenébe. Szegény. Nem, nem szegény. Anna. De hogy beszélsz? Anna, ki fogjuk végezni. És akkor most ágyúval támad egyetlen katona, a kicsike vár. Aki kardot is tart a kezében. Igen, tehát így nehéz lehet, meg egyedül szerintem. És nem olyan nyert? Egyszerű. Já, nézd visszalőtt. Igen, szerencsétlen katona. Na, jó van, kinyírik Annát. Édes Anna. Én próbálok ezen a játékról is beszélni. Miért? Melyik játékról? Mit jelent az angol Alien szó? Idegen. 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 Kizaj. És ő is tudja. És tudja, és tudja, és tudja. Anna tudja. Na akkor most nem fogja tudni. Tehát az első világháború. Basszus! 2? Abban tört ki? Na most... 10. De 10 csak... El. Nem igaz, hogy nem fogod tudni, hogy 14 vagy 12. 12 szerintem. Mert előbb, mint... Úgy. 14! Bocsánat! Az volt a másik! Á, bocsánat, de mindig... Jó, akkor sem szép dolog. Ezért két fognak évet, kinyírni két évet. Minket. Ez évet rosszabb, mint az észbontók, komolyan. Na, jaj. Rosszabb, mint lehet, az észbontók. Na jó, akkor nyírjuk ki Annát, nem tudom, hogy ő az első, vagy ki az első. Na, nem az nem ilyen tudom. Kérdésektől féltem, amikor ezt annyira tudni kéne. Ugye? Amúgy... Egy nem, nem használnak zsemlemorzsát. Gránátos kockához. Biztos? Igen, a többi az igen. Jó. Nem mintha tudnék főzni. No. Csak úgy elméletben. Néha. De meg hány, hogy kerül az a szólás szerint, aki rossz sors. Hát ez most mi? Hát ebek hány adjára? Hát nem. Ebek 30 adjára. Ja, bocsánat. Most annyira meg... Volt egy ilyen... Igen, jó, nem, valahogy... Én nem tudtam volna, csak mint hogyha már hallottam volna hasonlót, és nem tudom, hogy mi ez, amit... Nekem maga a kérdés is olyan volt, hogy ebek hányadjára, és ez olyan... Elsők vagyunk! Elsők! Legyőzzük a 10 éveseket! Igen! Jók vagyunk! Legyőzzük a Lich Kinget! Nem megy a repülő! Igen... Nem tudom becsukni az diplomás ablakot. Diplomás bölcsész! Nem kéne hangoztatni. Hol közlekedhetünk? Gondolával a Velencében. Na, és akkor most Annát. Hány lánya van a asszonynak, aki nem győzi őket számolni a népdal szerint? Iha, a népdal. 13 vagy valami 21. 12, mert a 13 nem női. Vagy női, nem meseszám.
Nem tudom. De 13 az mese szám. Hm. De 12 igen. De egy... A 12 szerep... mese szám. Mocskafogó. Ezt nyomd már be. Mi? Mocskafogó. Ja. Tudtad? Nem, egyszer megnézetted velem aztán. De nem tetszett. Én más nemzetiségű emberekkel is nézettem. Angolul. De nem volt rá jó nekik angolul. Se tetszik. Beleadtak. Jó. Oké. Okay. Na akkor nekik se tetszett. Jó, na. De későn néztük. Na. Megtámadjuk a... Megmester kedvenc. Ledelle káposzta. Mert csak azért is, mert a kecske szereti a káposztát. Jó, hát a többit is szereti, szerintem. Hányszorosak? Kör átmérője sugarának. Nem. Miért nem? Ja, kör átmérős. De! És nem, most vártam volna rád! Nem! Én matematikai képletekre kezdtem gondolni. Ki nem szerepelt egy Bogár életet című mesében? Bagira. Ki nem szerepelt? Hát de Bagira? Bagira nem, azt tudom. Jó, akkor jó, akkor jó. Az az oroszlán király, ugye? Vagy Bagira? Dzsungelkönyve. Na jó, van oké, minden. Hány pár ujjon egy pár öt ujjas kesztyűnek, egy párnak 10? Hány pár? 5, 2, 5. Hány pár ujja van? Öt. Ja? Öt. Mi van? Pár! Szóval 2! Ez történik, amit ketten egy szobával elkezdünk gondolkodni. De örültem, hogy a 10-et kimondtad, mert segített. És most lepusztítottuk a fél országot, onnát elpusztítottuk. Jézusom! Viszont mi nekünk hiányzik egy tornyunk? Jaj. Palimadár, ökörszány, őszanyóka, őszanyóka, nem? Vagy ökörszány? Nem, az ősz apu. Ja, Mátyás igen? Madár akkor, gondolom valaminek. Biztos a holló másik neve, nem tudom. Ökörszem? Van, ökörszem ja, van, bocsánat, ősz apu. Úristen. De tudod, kismadarak. A madarakat és a fákat valamilyen. Utolsó szinten. Kör, emberek, ezen múlik minden a világ sorsa. De érted, az észpontokban ezt mondanám. És mihez értek? A kismadarakhoz és a fákhoz. Jó, van. Na jó, majd ez a legnépesebb városa. New York. Igen. New York, ezt tudom. De Washington akkor is a főváros. Ki kérdezte? Nagyon okos vagy, most itt is a végére fitogtatod a tudásodat. Próbálkozom. Most fitogtasd, mert most számok jönnek. Kemény számok. Hány szorka van. Három fia van. Három fia van. Egy boszorka van. Három fia jó, van. Jó, van, oké. Csak egy gyorsan de kellett volna. Én azt hittem, hogy hány boszorka van, mert így mondtad. Nem. És akkor, hát, nem tudom. Ha egy boszorkának három fia van, akkor három boszorkának három fia van. Jó van, akkor akkor és az utolsó esélye, ha most minket legyőz, hogyha kétszer rosszul válaszolunk. Elvégkező, ki nem játszott a Manchester United? Jó, Istenem. Pedig szeretem a focit, de ezt nem. Mr. Roy Kaká vagy Wayne Rooney? Hát, Rooney biztos. Tuti. Nem. De. Kaká mondjuk. Kaká. Legyen kaká. De lehet, hogy van. Jó. Nyertünk, Gyögyi, csap bele! Hatszasz! Az biztos fájt mindenkinek. Nem baj. Fülecskéteket. Kész, nem. Ennyi. Vége. Gyógypuszi a fülecskéteket. Nyertünk. Ez a szoba nem számít bele a ranglistába. Köszönjük. Ennyi vagy honfoglaló. Hát mert köszönjük. Olyan lenne, mint hogyha bemennél vaddisznókat ölni a WoW-ban, nem? Kisgyerekeket mészárolni. Lehet, nem tudom. Jó, van egy súgunk, meg egy barátlistánk, csak azért azt hitt, hogy valami jó is van ebben az egészben, de nincs. De tényleg úgy eléggé nehéz, és írták is ott a Facebook oldalukon, hogy nem tudják megtalálni a régi barátaikat az emberek, szóval nem tudom, hogy ezt azóta megcsinálták-e, de ott az volt probléma, volt semmit, senkit nem találtak meg. Hát de hogy veszel? Hát nem tudom. Nem itt tudom. Fel tudsz venni barátot? Szerintem így nem. Almát fel tudom venni? Alma? Nem tudom. Vagy egy létezőt, aki meghívások. Nem is tudok itt felhív... Alma, nem tudok felvenni barátot. Csak, hogyha játszunk vele véletlenül. Összefutunk. Hmm. Vagy esetleg lehet, hogyha bemegyünk egy játékindításba és a külön szobában, mini akkor, bajnokság, külön akkor szobai ott jel. Lehet, de... De hát azért ez bonszerásabb, mint rákeresni, vagy valami. Igen. Na jó van, mindegy. Ennyi volt akkor... Azt hiszem. Kielemeztük? Szerintem kielemeztük, de amúgy is megfulladnánk, meg itt olvadunk. Az biztos, tovább. De most ráolvadt a kezed a hátam. Viszont nem tudom, hogy úgy igazából ránézésre. Úgy nem tetszik. És különben is, ha megnézek egy másik böngészővel. Igen, mondjam. Csak hogy ez a háttér miért van a képernyő felén? Igen, megnézem egy másik böngészővel, hogy néz ki. Mert egy kicsit nem úgy érzem, hogy kihasználják a helyet. Hú, de itt milyen vörös.
Azok mi vagyunk. Igen, itt sütöm. Na, nézzük akkor. Ugyanolyan. Tehát, hát csak úgy nem használja ki a helyet. Szervusz, honfoglaló. Szia. De ha én vagyok a honfoglaló, akkor te ki vagy. Így kell bejelentkezni. Megjegyzük, persze, hogy megjegyzük. És hát láthatjuk, hogy milyen nagyszerű oldalt is kaptunk. Nem a pénzünkért, mert nem fizettünk érte, de hát itt van. Amit még nem elemeztünk ki, azok az effektek. A hangok? Aha. Miért van? Te hallottál hangot? Nem. Ja, hogy nem vagy benyomva. De most bekapcsoltam. Aha. Vagy most halkítottam le? Szerintem most... Nem, én nem emlékszem. Az se beszélt monitorom egész hangos, tehát muszáj lenne, hogy halljuk. Nem mindegy. Ennyi volt. Én úgy érzem, még beszélnek róla, de hát... Mit? Nem mit? Tudom. Meg fogok fulladni. Így az érzelmek csak így kavarognak bennem, hogy mit tettek a régivel, nem? Neked, te nem érzed, hogy a régi olyan de jó volt, nem, és hát kellemes, és az ember ide jött, és játszogatott. Úgyhogy beszeretném kapcsolni azt a rohadt ventilátort. Érted? Érted? Én nem tudok szabadulni. De mindegy. Köszönjük, hogy megalázhatunk magunkat előttetek. Remélem ez a de videó jó soha, soha nem fog az internetre felkerülni. Nyertünk. Ha igen, nem én voltam, de azért annak a valakinek a nevében köszönöm a szavazatokat a képemre. Ő, szóval arra a képre. Igen. Nyereményjátok is vannak. Na hát, na, éves bérlet a Ludwig Múzeum. Ludwig Múzeum. Na, nem olyan, mondjuk, hogy múzeum. Pink Floyd. CD. És akkor licitálhatok valamire. Licitál. Múzeumok éjszakája van, emberek, menjetek. Ó, és add meg minden adatodat, hogy ki tudják zsebelni a pénzed még jobban célzott levelekkel. Na, jó van, oké. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a honfoglaló. Na, sajnálom. Hogy aztán reméljük, hogy jó helyre is jut ez a kritika. Nem, szerintem ez... mindenki csak minket fog szapulni. Nem fognak minket szapulni. Ez tényleg rossz lett. Na. Nagyon rossz lett. Köszönjük a figyelmet. Pápár, sziasztok! Sziasztok.